Szelek Ladikján címmel költészeti antológiát jelentetett meg Paksváros önkormányzata, melynek szerkesztését Acsádi Rozália és László Kovács Gyula, a képzőművészeti anyag gondozását pedig Györfi József végezte. A kiadvány 23 paksi kötődési költő verseit és 23 képzőművészeti alkotás fotóját tartalmazza. Az ünnepélyes bemutatón az előző képviselőtestület polgármestere Hajdú János méltatta a kötetet, majd minden költőtől elhangzott egy-egy vers, néhány a Sisa Café duó megzenésítésében. Miért volt fontos Paksváros önkormányzatának 3 évvel ezelőtt, hogy a helyi költők verseiből, illetve a művészek képeiből egy antológiát szerkesszen? Ugye régi mondás, már a Bibliából ismerjük, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Egy közösség életéhez nem csak az anyagi vonulatok, az élet anyagi oldala tartozik hozzá, a termelés, a pénzügyek, a szolgáltatások, a közösségi lét különböző formái, anyagi formái, hanem bizony a szellemi szféra is rendkívül fontos, hogy élhetővé tegyük az életünket, és el tudjunk igazodni, és azonosítani tudjuk magunkat, hogy kik is vagyunk mi. Most ezeket az élet nagy dolgait mind megtaláljuk ebbe a kötetbe. Nagyon örömömre szolgál, hogy igen jó a szerkesztőknek köszönhetően egy igen jó válogatást sikerült kiadni a most Paksváros önkormányzatának, és az meg különösen jó dolog, hogy a többsége, nem csak az alkotók paksisága a fontos itt, hanem nagyon sok vers paksról is szól, és azok a szép képzőművészeti alkotások, amik tagolják a kötetet, különböző képek, festmények, azoknak jó része is paksi ihletésű, és azt mondjam, gondolom, hogy nagyon-nagyon büszkék lehetünk arra, hogy egy 19 ezeres kisváros ilyen minőségű kiadványjal tud megjelenni. Polgármester úr írta a kötethez az ajánlót, tehát biztos, hogy ismeri az összes verset és az összes képet is látta. Van kedvenc kép, illetve vers? Hát ilyenkor szokták mondani, és nem csak udvariasságból, hogy több is van természetesen. A képek majdnem mind a kedvenceim közé tartoznak. A verseknél én inkább a keményebb megszólalású fiúkat, Bajtai Andrés, Gyöngyösi Ferit, a letisztult, keményebb, követhető megszólalású költeményeket kedvelem, de nem találtam egyetlen egy olyat, amit ne jó szívvel olvastam volna. Mikor jött az ötlet, hogy kellene egy ilyen hiánypotló antológiát kiadni az önkormányzatnak? Nem egy különleges alkalom volt, hanem egy költészetnap a 2012-ben, amikor László Kovács Gyula azt mondta nekem, hogy Edith, hát nincs Pakson verses gyűjtemény, nincs antológia, és erre a felvetésére mondtam azt, hogy Gyula, hát akkor rajta, tessék összeszedni magatokat, összefogni, és egy igazi közös munka okán létrehozni egy olyan antológiát, amiben mindenki bekerülhet, aki él, aki valaha alkotott, és egy szép, harmonikus kiadványt készíteni. Így kezdődött a dolog, és ebből lett 2015-re a Szelek Ladikján kötet. A szerkesztés 2013 elején történt, de maga az ötlet 2012-re tehető. Alpolgármester asszony Telledi ötlete volt, hogy jöjjön létre egy olyan városi költészeti, kifejezetten költészeti antológia, amely a város ajándékaként fog szerepelni, és abban reménykedtünk akkor, hogy ez egy illusztris kiadvány lesz majdan. Ezt követte a szerkesztés, illetve pontosabban az anyaggyűjtés, és utána a szerkesztés maga. Hány íróköltő paksi szerepel benne, és milyen korosztály céloztatok meg? Úgy gondolkodtunk az anyaggyűjtés idején, hogy mindenki, aki Pakshoz valamilyen módon kötődik, Pakson él vagy Paksról elszármazott, illetve azok a már nem köztünk élő szerzők is, akik Pakson alkottak, Pakshoz kötődtek, szerepeljenek benne. Olyanok is, akik a fővárosban élnek, mint Ág István, és hát meg kellett keresni sokaknak a jogutódját is, illetve párját, a még élő hozzátartozókat és engedélyt kellett kérni, például Pécsi Gabriella személyében is így történt ez. És miután végigvettük a lehetséges listát, kezdte László Kovács Gyula az anyag összeszedését.
nem az első kötet, amiben szerepelsz, antológia, de hát rengeteg saját köteted is van. Mitől jobb érzés az, hogy ebben az antológiában is szerepelhetsz? Kicsit távolabbról kezdem a kérdést, aki engem ismer közelről, az tudja, hogy igazából közösségi ember vagyok. Aki távolabbról ismer, azt gondolja, hogy meglehetősen individualista személyiség vagyok, mint író is. Az előbbi az igaz, tehát én végtelenül szeretem a közös munkákat. Talán jelzi ezt is, hogyha már így rákérdeztél, hogy nem, hogy nem az első antológia, hanem a 34. ha jól számolom, a kézjegyekkel együtt, amiben szerepelek, és hát rendszerességgel most már a budapesti sorozatban is, amit a Nagy Lajos Társaság ad ki. Paksi antológia vonatkozásában jól tudom, ez a harmadik, amiben részt veszek, de hát itt más volt a dolgom, nem csak szerzőként szerepelek ebben. Sokkal izgalmasabb volt, mert a szerző lead egy-két anyagot, vagy amennyit kíván a szerkesztő, és aztán várja az antológiát, illetve hát gyönyörködik a társai munkájában is. A szerkesztőnek azért ennél nagyobb felelőssége van, mert így vagy úgy, de azt gondolom, én mindig úgy tervezek meg egy-egy szerkesztői munkát, hogy tulajdonképpen helytörténeti jelentősége is lesz. Reményeim szerint még ennél tovább is fog mutatni egy idő múlva, ha jól sikerül egy-egy ilyen antológia. Míg a saját munkáimra visszatekintve azt mondtad, rengeteg a saját könyvem, 14 ez a rengeteg, azért annyira nem számít rengetegnek. 23 költő szerepel ebben az antológiában, a Szelek Ladikjában. Hány képzőművész alkotását láthatjuk a különböző oldalakon? Szintén 23 képzőművész alkotása látható, és ezek valamennyien festők, festőművészek, és ezeket a képeket a versekhez válogattuk össze, illetve a verseket a Kovács Gyula, a képeket pedig én magam. Én szerveztem össze ezt a tímet, úgymond, interneten keresztül, illetve e-mailen, levelezés formájában. Egyrészt így küldtük egymásnak a képeket, kiválogattuk, de volt, ahova saját magam kimentem, lefényképeztem, és hát így állt össze ez az anyag, amit most majd a könyvben láthatunk. Említsünk azért pár nevet, kiknek a műveit láthatjuk a kötetben. Hát igen, a teljesség igénye nélkül, Halász Károly, Halász Róbert, Kokorni, Katica, akkor akik már nem élnek köztünk, Kancler István, sajnos azóta meghalt, ugye a Vajnai Irina is, aki szintén benne van a könyvben, és hát az a lényeg ennek, hogy csak paksi költők, illetve paksi alkotóművészek szerepelnek ebben a könyvben, és így válogattuk össze, ez egy ilyen kritérium volt, hogy paksi alkotók legyenek. A város partja egyre fogy, minden nap kisebb lesz kisebb. Színből csőt Isten őrzi, vidám szörlőhegyek. Az utcát köt ki már a bőzös, hozzám tovább a kampahoz. A piros hajmat köszöntve, majd a leáldozó napot. Utána a város Peace.
lám, nem csak olyan termékenyből újra az ördül is jobb időket jósolhat. Valaki számít, az élet, hogy visszahozzon onnan azt. Címet kiválasztotta, honnan van a Szelek Ladikja cím? Miután az egész anyagot áttaloztam, ahogy az előbb mondtam, kerestem egy olyan kapcsolódási pontot, ami valamilyen módon az összes itt szereplő szerzőnek valami közös meccéspontja. Nem lehetett kikerülni a Dunát, és nem lehetett kikerülni azt, hogy ez egy vízparti város, nem csak azért, mert rengeteg írás, egy-egy részlete vagy utalás is elhangzik ilyen vonatkozásban, hanem azért, mert itt élünk, ez a város antológiája. Nem óhajtottam az erőműből, vagy bárhonnan beríteni, hogy mondjam, jelképet, hanem ezt a címet választottam, és egy kis magán jellegű oka is van. Végtelenül tiszteltem és tisztelem az elhunyt költőtársunk Szarka József írásművészetét. Azok közé tartoztam, akik kölyök kora óta ismerték és figyelték az ő munkáját. Kevés anyagot találtunk meg, így aztán internetes portálokról vettem még le a nővére engedélyével külön anyagot, és ott bukkantam rá, bár azt gondoltam, hogy minden írását ismerem, de hát azért csak-csak volt, amit nem. A kötet záró versére, amelyben megtaláltam ezt a sort, amit nagy újongással fogadtam a magam részéről, hogy íme megvan, amit kerestem, így adtam ezt a címet neki saját magam. Mennyire hiánypótló ez a kötet? Hiánypótló, hiszen a mai világban verset írni is egy különleges állapot. Versolvasó emberről meg egyre ritkábban tudunk, de mintha látnék valami fajta visszafordulást az irodalomhoz és az anyanyelvhez, mert éppen olyan korban élünk, lásd most a európai helyzetet, és nem politizálni szeretnék, hanem az értékvesztésre gondolok, amikor kell mindig egy mankó, vagy rajzolni kell tudni, vagy a zenébe kell kapaszkodni, vagy a versekbe, az anyanyelvbe, a prózába, de mindenképpen kell valami mankó, valami elégazadási pont, akkor, amikor az ember esténként elgondolkodik, hogy másnap hogyan tovább, és nem csak a munkájára akar gondolni, hanem egy pici pluszt, egy kicsi mást is akar belevinni az életébe, amitől talán erőre kaphat a hétköznapokban. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos a paksi emberek számára. Még a könyvet nem láttam, az alkotásokat ismerem csak, de biztos, hogy így hozzárendelve a versekhez egy-egy kép, az megszínesíti ezt a kis kiadványt, és szerintem nagy szükség van erre, és örülök, hogy ez megjelent. Nem azt kaptam, amit vártam. Nem azt adtam, amit vártak. Nem azt hoztam, amit kértek. Nem azt érzik, amit érzek. Nem azt érzik, de nem is baj. Kicsit fájnék, de elmúlik majd. És tisztán látok majd tiszta szemmel, és ha rám nézel, nem mész el mellettem leszedett fejjel. Az nem a te arcod. Nem azt hozta a holnap, amit ígért. A szívem tört kapott, amit nem kért. Nem azt érzem, amit kellene. Nem azt érzem. De mit tegyek ellene? Nem azt érzem, de mondd meg, hogy mit tegyek. Kinek feleljek meg, hogyha nem nekem? Tükörbe nézek. Az enyém ez a világ, ez vagyok. Én vagyok. Nem öltök álruhát. Nem olvadok be, mert ez az én terepem. Nem öltöm magam, ami nem az én szerepem. Ó, nem. Az nem az én arcom. De ha te más vagy, állj be a sorba. Én maradok emelt fővel, besedúra. Ez az én arcom. Festesz, de mennyire szereted a verseket? A verseket nagyon szeretem, és amikor csak tehetem, akkor foglalkozom, olvasgatok verseket. Főleg paksi költők, majdnem minden paksi költőnek a legújabb antológiája, kiadványa az nálam megtalálható, és akkor, ha szabad időm van, akkor ezeket szívesen olvasom.
A fiatalabb generáció képei is megtalálhatóak. Őket mennyire követed nyomon, a fiatal festőket? Ez nagyon nagy öröm számomra, és úgy látom, hogy igen, tehetségesek. Van köztünk tényleg a Szabó Sári, most szemben nagyon-nagyon jól fest, elvégezte a Művészeti Egyetemet, akkor a Zirci Judit szintén, aki pedagógus is, tehát ők igen, egy húzóerő, úgymond, fiatalos lendülettel nagyon szép képeket, alkotásokat készítenek. Volt erre egy példa, egy kiállításunk képtár melletti hangárban, és ott közösen megmutatkozhatunk, és a paksi közönség is láthatta, hogy nagyon sok fiatal tehetség van Pakson is, akik képzőművészettel foglalkoznak. Mennyire lesz ez aktuális esetleg 5-10 év múlva ez az antológia? Egy paksi antológia annyira lesz aktuális 5-10 év múlva, mint bármilyen írásos anyag arról a korról, amit most megélünk, és annyira lesz aktuális, amennyire majd az érdeklődő közönség kézbe akar venni még egy kötetet. Egyébként pedig nyilván rendhagyó vállalkozás ebben a korban, amikor az interneten mindent meg lehet találni, és digitalizálva van minden irodalmi mű, amit csak digitalizálni lehet, vagy amit engedélyeznek. Tehát különleges vállalkozás kiadni egy kézbefogható verses kötetet, de én még mindig azt gondolom, hogy egy verses kötet legyen kézbefogható, ne a digitális archívumban, vagy a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapján kelljen megkeresnünk verseket, hanem fogjuk kézbe, olvasgassuk, legyen ez akár egy 1975-ös szép versek, vagy egy 2015-ös paksi antológia. Mennyire szólt bele az önkormányzat a szerkesztők munkájába, hogy ki az, aki esetleg még beleillene ebbe az antológiába? Én azt gondolom, hogy nem az a feladatunk, hogy olyan szakmai kérdésekbe szóljunk bele, amihez már végképp nem értünk. Tehát gondolok itt arra, hogy egy költő tudja, hogy a költőtársait hogy kell megszólítani. Ők tartják nyilván egymást a városban is, vagy a város határain túl is, akik például elszármaztak innen. Teljes egészében rábíztuk László Kovács Gyurára, aki nagyon jó érzékkel társul hívta a Csádi Rozáliát a szerkesztő munkába. Így hát nem a felelősséget ruházom át, de ez egyértelműen az ő feladatuk volt, és az ő szerkesztői elképzelésüknek tettek eleget, amikor ezt a kötetet megalkották. Íme a szerelem lámpásai, megkövült üllőtojások az árnyékok szakadékai felett, íme tenyered, mely most nyílik, és kirepül belőle egy fehér madár. Íme az éjszaka szurdoka, odalent feszülnek fényből fagyott víjogások. És íme arcom, amelyen kisebesedtek az álmok, míg megszűrtem fogaim közt a csillag nyuggatott végtelent. Most adok nevet magamnak, hogy felrian árnyékot tűzfalán a fájdalom, és sikoltó boszorkány táncba kezd mindenütt a nevetés. Íme a vádak, az átkok, a jajokba kerekezett tábortüzek hamvadása, a szem, íme múltá keseredett holnapi szeretkezésünk bénasága, frázis folyamok északi csillaga, szabadság, és a színhely a part, hol sorstalanságig nyomorodom, hol idegszálaimon penget iszonyú dalokat az ősz, mi mosolyoddal beharmatozott rügyekből budjant valaha. Papírra vetett időm elvérzik a naplemente ajkán, hogy átdöfi a hangfüggönyt két élő hallgatásom. Lesz folytatása ennek a kötetnek? És ha lesz, akkor körülbelül mikor? 5-10 év? Ennek a kötetnek? Igen. Erről abszolút nem beszéltünk, de én nagyon várom a mai fogadtatását, és egyáltalán a közeljövőben a kötet fogadtatását. Úgy gondolom, és úgy hiszem, hogy színvonalas dolgot sikerült összehozni végül is. Nem volt olyan könnyű a szerkesztésem, mert nem egységes az anyag. Egyrészt, másrészt pedig rengeteg
képzőművészeti anyag érkezett be, ami nem fért volna bele, így aztán egy újabb tárgyalás során úgy állapodtunk meg Edittel, hogy válogathatok a Györfi József által összehozott anyagból, és akkor egy-egy szerzőnek a munkája mellé az odaillő egyetlen kiválasztom. Innen, ebből a folyamatból, és amit én belülről tapasztaltam, amíg végigjártam egy-egy szerzőnek a hát az életútját, vagy azt a kis eszenciát, amit bemutatott a Csokrán keresztül, és ebből felépítettem valamit. Ugye ez a szerkesztés lényege, nem csak az, hogy alfabetizálva ide beletesszük, és majd a tördelőbe tördeli. Azt gondolom, hogy színvonalas anyagot tudunk most a közönség elé tárni, és miután sok a fiatal, feljövő, beérkező, újabb, tehetséges fiatal, én mindig nagyon optimista vagyok, és ezekben a vitákban, hogy az irodalomnak van-e jelene, jövője, lesz-e jövője, mindig azt mondom, hogy igen lesz, ez nem évül el, a könyvek maradnak. Tehát én csak reménykedem, hogy egyszer még lesz folytatása. Érkeznek török leleken, mi meg vagyunk, de csak a létezés. Tudassátok velem, ami elmúlt, nem elég, hogy mindent megértsek. Körbefakult emlékem, csupa ég, fényükön kívül én. Nézem a füstel kékidet, kövöttem az oldalút, betörjem. Hátra tett kézzel magam, lekötöztem. Tehetetlen a szeretet, ha már sorsotok nekem nem.